Eltemették a szíriai erők által végrehajtott légicsapásban megölt 33 török katonát. A török vezetés mártírnak nevezte az áldozatokat. Ankara Damaszkuszt hibáztatja az Idlib tartományban végrehajtott támadásért. A NATO, melynek Törökország is tagja, a légicsapások beszüntetésére szólított fel. A szövetségesek elítélik a szíriai vezetés és az oroszok által Idlib tartományban folytatólagosan elkövetett légi csapásokat. Felszólítom őket, fejezzék be a támadásokat, és tartsák tiszteletben a nemzetközi jogot, illetve az ENSZ erőfeszítéseit a békés rendezésre, mondta a NATO főtitkára. A török hadsereg felvételeket tett közzé arról, ahogy a légi csapásra válaszul rakétákkal támadják a szíriai kormányerőket, akiket az orosz hadsereg egységei támogatnak az évek óta zajló polgárháborúban. Az orosz fél közben kompromisszumkészségét hangsúlyozta. Meg kell állapodnunk abban, hogy hogyan segítsük ezt a régiót, hogyan segítsük az országokat, hogy békét és stabilitást biztosítsunk. Hogy ezt elérjük, félre kell tenni az egykori gyarmati módszereket, mondta az orosz külügyminiszter. Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint a török vezetés által átadott koordináták szerint nem lehettek volna török csapatok a légi csapással támadott térségben. A szíriai hadvezetés továbbra is tagadja, hogy ők lőtték volna ki a rakétákat a török katonákra Idlibben, ahol az orosz hadsereg egységeivel közösen harcolnak Bashar el-Assad elnök ellenzéke ellen. Oroszország és Törökország nem szüntette be a kétoldalú tárgyalásokat. A Kreml tájékoztatása szerint pénteken telefonon beszélt egymással Vlagyimir Putyin orosz és Recep Tayyip Erdoğan török elnök, és egyeztettek egy találkozó előkészítéséről is, mondta az Euronews tudósítója.